A környezettudatosság napjainkban jelentős szerepet tölt be, és az ezzel kapcsolatos mozgalmak is egyre népszerűbbé válnak. A Zöld Misszió ruhacserebere abból a célból jött létre, hogy lehetőség legyen a már megunt, de jó állapotban lévő ruhadaraboknak újabb esélyt adni. Az eseményről Zubor Melissa, a Zöld Misszió csomagolásmentes bolt képviselője számolt be. Milyen céllal jött létre az esemény? Igazából közösségi eseményként a Zöld Misszió csomagolásmentes bolt szervezésében jött létre a mai ruhacserebere, ez már a második alkalom. Június 3-án volt egy ezt megelőző, és akkor július 15-én a mai napon igazából mindenki elhozhatja az otthon már, ami már nincs használatban, de jó állapotú ruhája, és azt igazából olyan áron és olyan feltételekkel eladhatja, továbbadhatja, hasznosíthatja, ahogy neki az a szimpatikus, illetve nem csak ilyen ruhát tud hozni, amit lehet használni és el lehet adni, hanem hogyha nem tudom, nem szeretné eladni, akkor adományozni is lehet. Itt partnerünk a Védőháló Karitatív Egyesület, ők veszik át az adományokat, illetve a textil Kft., ők pedig azokat a ruhadarabokat, amiket már semmiképpen nem lehet használni, és géprontként újra lehet hasznosítani.